Inspiráció 10 kedvenc könyve. 10. helyezett a... nem szoktam olvasni. Jó, tudom, ide jövök a YouTube-ra, hogy jó példát mutassak, erre kiderül, hogy nem is szoktam olvasni. Ja, lehet leszavazni a videót, meg ilyesmit. Mert igen, beismerem, hogy 50%-ban ez az én hibám, de azért itt van egy másik 50%, amiről lehet, hogy nem ártana beszélni. És ez a másik 50%, ez pedig a magyar oktatási. Én még a sötét középkorban, amikor elkezdtem suliba járni, akkor nálunk úgy nézett ki ez az egész, hogy megtanultunk olvasni, és harmadik osztályban bum, már fel is adták kötelező olvasmánynak az egri csillagokat. Tehát most a harmadik osztályban egy kb. 10 éves lehettem. Mikor kezdtem én az általános? Na mindegy, nagyjából 10 éves gyereknek feladják az egri csillagokat kötelező olvasmánynak, és ez nem is úgy, hogy tessék itt van, olvasd el, hanem úgy, hogy ödön a tanár, hogy ezt a könyvet kiolvassátok, mert ha nem, akkor egyest kaptok. És ha egyes kaptok, akkor megbuktok. Erre hazamész, a szüleid látják, hogy valami nincs rendben, megkérdik, hogy mi a baj, és elmondod, hogy hát megkaptuk kötelező olvasmánynak az egri csillagokat. Akkor takarodj a szobádba olvasni. Mert ha nem olvasol, akkor megbuksz. És érted, ott vagy bittó, mint 10-12 évesen, amikor még csak két dolog érdekelt a világon, az egyik a Star Wars, a másik pedig a Lego, a harmadik meg a nagy csöcsök, az valószínűleg mindig érdek. És egy ilyen szűk érdeklődési körrel megkapod az egri csillagokat, hogy olvasd el, vagy rohadtul megbuksz, és akkor vége az életednek. Tudjátok, milyen érzés azt a könyvet 10 évesen olvasni? Nagyjából így nézheted ki. Dobó megpödri a bajszát, majd azt mondja a bor, nem vissza. Úristen, hogy lehet ilyen hülyén elnevezni egy karaktert. Most mi van, az inspiráció Dakucing az egy tök királynév. Majd így szól. Megpödröm bajszom, mert ma még nem pödörtem bajuszt. És Dobó megpödörte a bajszát. Erre bejön a török háttal, mert a törökök háttal jönnek az ajtón, vagy valami ilyesmi volt. Megpödri bajszát, és így szól. Ezek a hülye magyarok. Tehát 10 évesen kb. Ennyit fogsz fel ebből a könyvből. És aztán persze bemész a suliba, a tanár rögtön fel is szólít, hogy na akkor a Deák Ferenc hányszor pödörte meg a bajszát. Deák Ferenc, de az nem is szerepelt a könyv. De szerepelt, te nem olvastad. Egyest kapsz. És akkor szomorúan hazamész, néznek a szüleit, hogy neked mi bajod van. Hát, egyest kaptam. Már nem olvastál. Nincs egy hétig Lego meg Star Wars, úgyhogy menj és olvass a szobádba. És bizony ez így megy egy teljes évig. Majd mikor azt hiszed, hogy megszabadulsz ettől a hülyeségtől, akkor jövőre jön a következő könyv, ami a Közszívű ember fiai volt, majd azután jött a következő, és a következő, aminek az lett a vége. Eltelik egy 15-20 év, és a mai napig, hogyha kezembe fogok egy könyvet, csak ez a rossz emlék jut eszembe. Amikor sorra kaptam a pofonokat, meg az egyeseket, már nem olvastam el 10 évesen az egri csillagokat. Úgyhogy, ja igen, beismerem, 50%-ban tényleg az én hibám, hogy a mai napig nem olvasok, de a másik 50%-ra meg az iskola tehet, hát gratulálok nektek, köszönöm, tényleg minden elismerésem. Na, ennyi fért a mai részbe, ne pödörjetek bajuszt. Az előző részekre tök jó kommenteket kaptam, amire most túl hosszú lenne válaszolni. Ezért úgy döntöttem, hogy a következő rész az csak ilyen komment-válaszolós epizód lesz.